Igen. Szevasz, Zolikám, szevasz! Micsoda? Adás! Persze, hogy lesz! Sok szeretettel köszöntöm a Hajdusótól mit kívánsz nézőit. Aktuális témákkal foglalkozunk ma is. Az első ugye a haj. Vajon jól állna-e nekem egy ilyen kicsit bezselézett, égnek áll olyan Faragó Richárd típusú haj? Kérdezem Rudolf Gergelyt. Szia István, nagyon jó ötletnek tartom, és ezáltal minden szurkoló beleláthat egy kicsit a hétvégi mérkőzésekben, nem csak a saját csapatának, akinek szurkol, hanem a konkurens csapatoknak is, valamint a válogatott életébe, a kulisszák mögé is bepillantást nyerhetnek majd. Egy gyors kapcsolás tovább, már is ott vagyunk, valahol a Telki Arborétum környékén. Locsolják-e rendesen a virágokat? Kérdezem Egervári Sándortól, a Magyar Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitányától. Szerbusz Pisti, köszöntelek. Természetesen nagyon nagy öröm számunkra, hiszen közelebb fog kerülni hozzánk a szurkoló, meg fogja ismerni azokat az értékeket, ami mentén próbálunk értéket teremteni, szórakoztatni és örömet okozni az embereknek, ha megtapasztalják azokat a mindennapos történeteket, amik mentén mi dolgozunk, működünk, éljük az életünket, akkor bizakodóak vagyunk, hogy még inkább magunk mellé tudunk állítani még több embert a média segítségével, és ez a kezdeményezés, ez nyilván előnyös lehet nem csak a szurkoló számára, aki rengeteg új információt, belső információt tud megkapni, hanem természetesen ez számunkra is komoly hozadékot hozhat. Még többen állnak majd a csapat mellé, mögé, még több szurkolónk lesz már akár a tavaszi románok elleni találkozó kapcsán is. Úgyhogy kíváncsian várjuk, és rendkívül módon örülünk ennek a kezdeményezésnek. Köszönjük, mester! Műsorunkból ma sem hiányozhat a tudomány, Dénes Ferenc sportközgazdász már ott van, de vajon tudja-e, hogy miért fordít hátat neki az a szobor? Azt gondolom, hogy a jövő elkezdődik, és azt gondolom, hogy megint jó irányba lép a Magyar Labdarúgó Szövetség, hiszen mégiscsak az lenne a legfontosabb feladata, hogy az ő tagjait, a futballszerelmeseit kiszolgálja, és azt hiszem, hogy ez egy olyan szerződés, egy olyan lehetőség, ami a modern kor kihívásainak megfelel, és valóban egy többletszolgáltatást nyújt mindenkinek, aki a magyar labdarúgás után érdeklődik. Remek üzleti lehetőségnek is tartom, hiszen nem csak a labdarúgás népszerűsítésében játszik úttörő szerepet, legalábbis a digitális térben ez a fajta kísérlet, hanem jól alkalmazkodik ahhoz a tendenciákhoz, amit nem csak az amerikai ligák, hanem egyre több európai liga is a futballban és más sportágakban is alkalmaz. A szurkolóknak ingyenes tartalmat, illetve majd későbbiek során biztos valamilyen típusú prémium tartalmat is fog sugározni. Én biztos, hogy rendszeres nézője leszek, és remélhetőleg, hogy hamarosan olyan lesz a magyar labdarúgás, hogy a prémium tartalomért is megéri majd fizetni. Közben itt mögöttem a kórus már kiabál, szólítsd Tibit, szólítsd Tibit, szólítom Tibit! Szervusz Pisti, természetesen nagyon örülök az MLS új kezdeményezéséhez, amely arról szól, hogy egy új tévécsatorna keretében próbálja megszólítani a futballszerető fiatalokat, és a YouTube-on nagyon nagy lehetőség lesz a fiataloknak követni a futball eseményeket. Különösen öröm számomra, aki a fiatalokkal az utánpótlással foglalkozik, hogy a sokat vitatott internetezés hasznosságáról vagy előnyéről beszélünk. Most eljött az a pillanat, hogy az előnyéről beszéljünk, hiszen remélhetőleg sok gyereket tudunk elhozni a YouTube azon részére, ahol a futball történésekről és az utánpótlás történésekről beszélhetünk. Biztos, hogy nagy öröm lesz és nagy érdeklődéssel fogják a gyerekek követni azokat az mondjuk eredményeket, eseményeket, akár a korosztályos válogatottnál, akár az IFI bajnokság keretében, vagy akár egy kiválasztó program, vagy egyébként a futball történéseit, amely révén ott tarthatjuk őket, na nem mindig a számítógép mellett, hanem inkább a foci közelében. És hogyha a gyerekek ezt jó arányba használják, tehát fociznak, meccseket játszanak, jól érzik magukat, majd hazamennek, és este talán saját magukat, vagy a barátaikat, vagy a klubokat, az egyesületeket, a meccseket, vagy a történéseket megnézi, akkor azt hiszem, hogy már elmondhatjuk, hogy már a kezdeményezés pillanatától sikere lesz ennek a történetnek. És egy igazi klassz csávó sem hiányozhat mai műsorunkból. Hallasz, ugye, Jenő? Szervusz, Pisti, ha lehetne még egyszer
Nem nagyon Jenő, hallok, azt kérdeztem, nem, hallasz, nem mert azt látom, hogy jól látsz, mert nagy szemüveg van rajtad. Hát számomra ez a legklasszabb dolog, ami történt, mert hogy baromi sokat dolgozom, és az elmúlt időben többször történt, hogy nem tudtam kimenni a Fradi pályára sem, kedvenc csapatomnak szurkolni, vagy a tévé előtt nem tudtam megnézni a meccset, egyrészt elfoglaltságomból fogadóan, másodszorban pedig elnyomott apukaként, állandóan a Nickelodeont, meg a mit tudom én milyen gyerekcsatornákat, meg a Boomerang csatornákat kellett néznem meccs idejében. Így most kitárul a világ, és akkor nézem meg a magyar bajnoki meccseket és részleteket, gólokat és fantasztikus megmozdulásokat, amikor csak akar. Én nem tudom, ma bármit kérdezek, mindenki erről az MLS TV-ről beszél, ez tényleg ennyire jó?